Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok. Hát igen, jól látjátok a címet. Úgy gondolom, hogy valami nagyon nem stimmel az avengers -el. És most félre fogom tenni az összes olyan furcsiságot, hogy a játék tiszta ilyen glitch halmaz, és olyan optimalizálatlan, hogy megfekszik tőle a legerősebb gép is. Ez lényegtelen, mert ez valószínűleg az első max egy hónapban ezeket kijavítják, vagy nagyon gyorsan fogják javítani. Szóval ki lehetett ugye próbálni az avengers a bétáját, talán még mindig lehet, attól függ, mikor nézed ezt a videót, mm. és hát gyorsan kaptam is a lehetőségen, letöltöttem, és elkezdtem véle játszani, utána kipróbáltam a multiplayer részét, ugye az egyik haverommal, és hát valami nem stimmel ezzel a játékkal, és higgyetek el nekem, hogy nem, az nem stimmel vele, hogy optimalizálatlan, nem az nem stimmel vele, hogy ö, tele van glitchekkel. Egyszerűen le van butítva a játék. Nagyon le van egyszerűsítve a játék. No, kifejtjük, hogy mire gondolunk itt. Az elmúlt tíz év a Marvel rajongók és képregén rajongók számára azzal telt el, hogy a Marvel felépített egy univerzumot, és ehhez hozzátársított fantasztikus filmeket, és végül mindez kitejesedett ugye a, az Avengers Endgame-jébe, ahol ami epik volt ebből a szempontból, és, és ezen tíz év alatt, ugye hát sokunkból felnőtt lett, másokból gyerekek lettek, bla, értitek. A lényeg az, hogy végig kísért minket egy tíz éves turnuson, ez, végig kísértek minket ezek a karakterek, és ezeknek a karaktereknek a fejlődése. Ezért nem tudom, hogy ti hogy álltok hozzá ehhez a dologhoz, de egy bizonyos eh, igényességet és karakter jellemet elvárok ettől a játéktól, mivel hogy nagyon hasonlítani akar a filmben lévő szereplőköz. Még akkor is, hogyha már színészek játszák, más hangon vannak, a tónus, amit meg akar ütni, ez a játék az nagyon-nagyon hasonlít a filmekre. Számomra, és csak a béta alatt lévő apróságokkal, ez egy kicsit erőltetetnek tűnik ez a dolog, de ettől függetlenül még megesett, hogy a teljes játék single player kampány és a hozzáfűződő történet egy kicsit komplexebb lesz, így aztán alkalmunk lesz esetleg megszeretni ezeket a karaktereket. És hogyha fel szeretném hozni az első kifogásomat, ahol így megszagolom az egész dolgot, és azt mondanám, hogy nem stimmel, az ez lenne. De ez még egy kicsiny dolog. Mert ugyanis ezek a karakterek, és ez a karakter jellem, amit a Marvel univerzum felépített az elmúlt tíz évben a filmekvel, ugye, és a színészek hozzájárultak ehhez, az, azoktól, ezektől a karakterektől, ugye Iron man Hulk-tól stb. el is várunk adott képességeket, és ehhez társuló jellemet. Hulk erős, Thor egy kicsit meggondolatlan, Black Widow kém, Iron Man pedig hozza a sok tekkütyüt. És remélhetőleg, hogy ez csak a béta alatt lesz így, hogy ez később a játékban majd kifejlődik, és például azt mondom, hogy Iron Man sok tech fog hozni, és Hulk valóban erős lesz. Mert hogyha arról hallottatok pletykát, hogy hogy Hulk éppen olyan erős, mint Black Widow, illetve Black Widow olyan erős, mint Hulk, az tökre igaz. Szóval az, hogy Hulknak fél órába telik leütni egy enemit, és ugyanannyi időbe telik Black Widow-nak is, az, az tökre igaz, és valahogy nem érzed, nem, nem, nem stimmel valami. Lehet, hogyha majd később jobb cuccokat szerzünk meg, könnyebben halnak, és úgy olyan érzésed lesz, hogy Hulk egy tök erős fiú lett, viszont minden bizony a Black Widow is erős lesz az erősebb cuccok miatt azért írjátok ti is le a komment hogy nem így vagytok vele, hogy így szagolgatjátok, is, ott valami, valami, valami nem stimmel. És elmondom nektek, hogy mi nem stimmel, mert felfedeztem, felfedeztem, hogy mi nem stimmel. Nincsen kontrasztban, nincsen arányban a karakterek jelleme a képességekkel. Tehát a játék, ahogy elnéztem a rövidke single player alatt, igyekszik megütni, megütni azt a jellemet és karakterfejlődést, amit a filmek igényessége hozott el számunkra. Tehát, hogy mindenkinek megvannak a saját érzései, ugye Dr. Benörek kicsit boldogtalan, hogy át kell változni a hálká, Black Widow a kis magabiztos, Tony Stark a kis munkamester, munka és Thor pedig mindig mérges. Szóval ez, ez így sikerült megütniük. Viszont a hozzá társuló gameplay nem tükrözi ezt. És az egész játék, és itt jön a fő lényeg, amitől nekem a legjobban bűzlik, ez az egész, az egész játék átmegy egy pofozdába. Én megértem, hogy hák pofozni tud csak, és ez úgy van rendjén, és így kéne és rendjén legyen ez az egész, hogy ő legyen a tank, aki végig pofoz mindenkit, de Black Widow-nak az nem pofoszkodnia kéne, pont ugyanúgy, ahogy háknak, Iron mennek pedig ugyanez. Tehát milyen képességei vannak a karaktereknek? Pofoszkodás vagy valamiféle lövés? És erre ugye rájönnek a specifikus ultik, amik igazából ugyanúgy pofoszkodáshoz vezetnek. És hogy mondják ezt magyar? Az egész átmegy egy box matchbe. Minden küldetés egy box match és nincs kihasználva a karakterek adottságai, amit megismerhettünk az évek alatt, nincsenek kihasználva semmiképpen. Például Black Widow jó láthatatlaná tud tenni, szart se vele. De mi lenne, hogy amíg mondjuk Hulk elől pofoszkodik, mondjuk torral, mert ők kétten ilyen brawler karakterek, mm. ugye bár pofoszkodik torral, addig Tony Stark Iron Man ruciban valahol valamit hekkel, és leszedi a röpködő enemiket, miközben Black Widow uh, belopózik egy adott helyre, és tulajdonképpen ilyen Splinter Cell féleséggel fogja és öli meg az enemiket, ami gyakorlatilag nem teszi nevetségessé azt, hogy Black Widow jobban harcol, mint Hulk, és legalább annyira erős. De hogyha mondjuk ö, ilyen Sunyű módon, mint egy kém belopózza, beszivárogna, megölné az enemiket, kinyitná a kapukat. Tehát különböző valódi szerepet adnának a különböző játékosoknak, akik választják azt az adott karaktert, akkor nem éreznéd azt, hogy minden pálya ugyanaz. Mész, végig aztán hoppá véget ért a küldesét, Mit is kellett csinálni? És csak mentél és végig mindenkit az egészen, és senkinek semmiféle különleges szerepe nem volt az egész ö, játékmenet során. Tedd fel a kezedet, ha te is így érezted, mert én így éreztem, miközben játszottam, és nem nagyon láttam értelmét, hogy miért ö, választanék másik karaktert, mint ami a kedvencem például. Tehát például ezt a nyulánka kep, izé Lady Marvel, mit tudom én -e, mi a neve, ezt, ezt, nagyon megbírtam. A karaktere szimpatikus volt, e, amúgy is ráadásul hogy egy új arc, szóval nincs kihez, mihez viszonyítania azoknak, akik ugye a Marvel univerzum film univerzumban nőttek fel, nincs kihez viszonyítania ezt az új arcot, ezért egész megkedvelendő. És OPS fuck! miért akarnám lecserélni Hulkra, Iron Manre, Black Widowra, amikor mindegyik alapvetően ugyanazt tudja ütni és lőni. Lő, lövés alatt úgy értem valami célzásos, mechanikás valami. Ütni és lőni tudnak. Um, és ez a legnagyobb probléma itt, ami kezdődik. És lehet, lehet, hogy a játéknak egy izgalmas téma jut, és egy izgalmas egy izgalmas téma jut, mert azt nem mondhatom, hogy izgalmas ö, játékmenet, mert lesznek benne ilyen fölösleges körök, hogy jaj, valamit elfelejtettem megcsinálni, kélek visszamész, hogy megcsináld. Szóval ilyen, ilyenek, ilyenek valószínűleg lesznek benne, ami nagyon vissza fogja fogni a játékmenetet, és nagy részből abból fog állni, hogy menjünk el az adott helyszínre, pofozzuk magunkat végig a, 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 küldetésen, és majd akkor véget ér a küldetés, vissza a bázisra, és indítsuk az újat, ahelyett, hogy mindegyik karakternek egy, a különleges képességeit kihasználnák. Remélhetőleg ez meg fog változni, majd és tényleg lesznek, valóban lesznek új kütyűi Tony Starknak, vagyis Iron Mannek. Az, hogy Hulknak uh, izomzatot, meg csontokat kell farmolni, ahhoz, hogy változzon a, a dolgai, az, az, egy kicsit fura, de remélhetőleg egyediséget kapnak a karakterek. Na most tekintve, hogy, hogy ez tizen pár nap múlva jelenik meg az eljáték, én nem gondolom, hogy bármi változni fog, és az egész az csak egy ilyen, na menjünk végig, zúzzuk végig az egész történetet lesz benne. Ez a játék, gyerekek, várra meg ne vegyétek első napon, értitek? Erre várjatok legalább három 4 hónapot a, a, vásárlással, mert mert hú, egy, egyet talán nem az, aminek reklámozták. A hidas jelenet kurva jó. Tehát ez nagyon-nagyon jól meg van csinálva, de már ott kitűnik az, hogy nem stimmel. Tehát valószínűleg, amikor a trailerben is láttátok, hogy a Black Widow például harcol, az valahogy nagyon nem stimmel a többi karakterhez képest. És, és de, de viszont nagyon látványosan meg van csinálva, és nagyon jól eltereli a, a figyelmet ebben a szempontból arról, hogy, hogy mit ne nézzél. De amikor ugye most kijött a béta, és kipróbálta egy-két egy, egy, egy küldetést, rájöttél, -e, hogy mind ugyanaz és ugyanazt kell csinálni. És mindegy, melyik karaktert választod, ugyanazt kell csinálni. Mindenkinek ugyanazt kell csinálni. Itt ott egy-két érdekes kombó előfordul, és nem mondom azt, hogy nem voltak pillanatok, amikor jól szórakoztam ezzel a játék a és, 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 tényleg úgy, de hallod, vagy én nem tudom, ezt több mint jó indulattal 20-30 óráig játszani. És hát jó, ha persze, hogy megnézed, hogy euró per óra, Nagyjából annyit ér a játék, de hogy, hogy mennyi pénzt akarnak ezért majd elkérni, hát, öcsém, vannak jobb játékok is, és még ingyenesek is, hogy őszinte leják. Így állnánk. Ez lenne a béta um, értékelőm. És, és tényleg én nagyon javaslom nektek, hogy egy ilyen 3-4 hónapot várjatok. Várjatok meg hogy lássátok meg, hogy mi sül ki ebből az egészből, hogy nézzetek gameplay-eket, és nézzetek, nézzetek gameplay-eket, és szerintem nem fog, szerintem nem tévedek nagyot abban, hogy ez a játék um, csak egy olyan, egy olyan lesz, egy olyan, hogy menjél végig a pályán, üssél mindenkit, és be van fejezve a feladat. És az elég elkeserítő, hogy őszinte legyek. De reméljük, hát... Uh, Ja, reméljük a single player jó lesz valamire. Legalább legyen egy érdekes témája. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Hát dobja lájkot, ha egyetértesz velem. Iratkozz fel további videókét csengőjelecskére, esetleg nyomjál rá, hogy értesítést kapj a videóimról. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!